délutáni sétánkhoz eszünk egy kis gesztenyét. De úgy látom, mások is sorba állnak. Bordán. Kis volt egy. Finom? Nézzél bele. Tényleg ott van. Én legalább megpucolom. Miután megnéztük a várat és a templomot, meg persze vettünk egy kis gesztenyét, ezzel a nem tudom minek nevezhető tolitaszigáló készülékkel be fogunk menni a tóban lévő szigetre, amit már várból is jól láttunk. Miközben elfeladkozzuk ezt a finom gesztenyét. Ez jó meleg. Adjó.
hogyha valaki a szigeten jár, akkor feltétlen érdemes bemenni a templomba és háromszor megkongatni a harangot, mert azt mondják, hogy akkor teljesül az ember kívánsága. De emellett érdemes megkóstolni a Bloody Creamest, amelyet nem csak a szigeten, hanem lehet bármelyik kávézójában vagy teázójában meg lehet kóstolni, ugyanis ez világhírű. Én ilyen finom áfonya teával fogom ezt inni, itten helyi tej szintén, és ilyen nagyon csúcsuper dologban adják. Mindjárt meg is mutatom. Csak körülbelül 400 fokos, az az egy baja van. Ugye, Kriszti? Mhm. Ilyen szűrő. És az, ami nagyon tetszik nekem, ez a cukor, amit nem csak itt lehet kapni, ott ilyet lehet belerakni. Ez rendkívül. Bele is rakjuk az én adagokat. Azért még marad. Kösz. Milyen teát iszol? Én zöld teát, valami japán zöld teát. Nem tudom milyen. Azért kíváncsi leszek. Én is teszek bele ilyen nagy cukrot, már amennyit hagyott a bolci. Jó pofa ez a kis teáfőző. És akkor? Szépen kiadjuk. Tehát a tejben most megesszük a krémest. Finom. Na és neked ízlik? Tiédben se filter van, nem? Nem. Ja, ez ilyen szűrő, igaz? Mhm. De jó.